Üdvözlünk minden kedves... Még mielőtt mondasz. Igen? Egyrészt köszönöm, hogy arra néztél. Másrészt nem tudom, ismered-e az előzőre szeretnék reagálni. A nátszá balra hajlik, neked meg irgumburgum. Úgyhogy ezen túllépve, tényleg jövök egy mérkőzésre. Köszönöm szépen a nagyon kedves invitációt. Mondtam. Persze, tudom én se a jó, most engem cseszegesz, még indulok itt melletted. Jó. Jó, nem baj, elfogadom. Én is mondtam volna, ha azon múlik. Viszont bajnak választás egyből nem tétavázunk. Jön a harmadik, utána a negyedik meccsünk. 2-1 Unicorns of Love-nak. A döntő a tét. Jöjjön hát a zene. És kék oldalon a Unicorns of Love egyértelműen végre, piros oldalon játszott a Misfits megint csak. Szindrai Lissin tiltás, utána Shen tiltás jön. Ma azzal tiltással együtt, míg a Chrome-nak a mute-jában le kell vennünk, hogy halljátok a zenét ti is. Nincs rajta. Igen? Szerintem. Miért nem hall a zenét? Akkor zenéztél alá valamit? Én hallok, igen. Most már én is. Dádá, na ne szere neked nátszál, na mindegy. Lissin Ellis tiltás. És jöhet a hatodik tiltás is, LeBlanc végül. Igazán nem kap LeBlancot. Még mindig egy büntető választás az a LeBlanc, de úgy tűnik, hogy most inkább az lett büntetve, viszont mivel... Ivern. A Xerxé választás? Az most nem jön el, viszont megmutatja, hogy Rengar ellen milyen jó lenne, ha elhozná valaki, mert amúgy tényleg jó választás ellene, úgyhogy ez eddig nagyon baba. Xerxének megvan a Rengarja. Kakao viszont nem gondolom amúgy, hogy elhozná Ivern-t, akkor se a jó választás ellene. Maradt a Kha'Zix neki, alapvetően. Aha. És Lulut Ignárnak, vagy Ignárnak én elhoznám alsó ösvényre. Kha'Zix mellé is jó, Rengar ellen is jó. És Kakaóta nem várnék Graves választást. Lehet, hogy csak az én badalságom, de én nem várom, hogy Kakaó most Graves-ezzen ezen a meccsen. Hát ha Kha'Zix-ozik, akkor nem tud egyszerre Graves-ezni de is. Graves szabad, de nem fog Graves választani Kha'Zix helyett. Inkább Kha'Zix-ozni fog szerintem most Kakaó. Hanszama lövésze pedig szerintem az előző meccsen elég sokat javított a nyertes százalékon. Ugye a 28-ra azért kicsit följebb ment most már a nyertes meccsének köszönhetően. Viszont ráérnek most már a jungle-es választással. De azért a Graves. Marad is. Nem biztos, de... De amúgy Graves alapjáraton egy jó választás Rengar ellen. Szerintem ez minden mérkőzésre igaz, még az előzőre is. Kakaónál pedig marad ez a hős, úgyhogy igazából nincs mit tenni. Unicorns of Love-nak megint Rumble marad a felső ösvényre és Vladimir, ami azt jelenti, hogy van egy tankjuk, itt Rengarra gondolok leginkább, egy fizikai sebzés tankjuk a játék végén, és iszonyatosan sok varázs sebzésük. Rumble Vladimir. Na most Power of Evil beosztod a Lulut, ha a Hanszava védelmére megint csak rá akarnak fókuszálni, akkor ám legyen, jöjjön igazából a Power of Evil Lulu, vagy jöjjön a Karma Ignárhoz, de nem lesz az a pajzs, ami túl sokáig sokat védene egy Vladimir és Rumble összecsapásánál, amikor ugye ők bemennek a buliba, Stukkerrel fékezik a kimenetet, és Caleb! Tökéletes! Hát ez kellemetlen. A tökéletes pedig arra mondom, hogy Caleb egy tökéletes választás amúgy Vladimirre, én úgy gondolom. Azt nem hinném, hogy Rumble ellen hozták volna el Alfarinak, mert szerintem Caleb-nek az alaptámadása, még ha erősítve van, akkor is túlságosan közeli ahhoz, hogy még éppen benne legyen ugye a perzselésben. Meglátjuk. Csak Alfari játékstílus, ezt akartam volna két párosítani igazából. Ez teljesen jogos, amit mondasz. Viszont Vladimir ellen tényleg, ahogy te is mondtad, egy legjobb választás, ahogy Zedre is, meg úgy majdnem minden a kéle nagyon jó választás. Ezért merem mondani, hogy mindenhova jó még. Tehát ez még nem biztos, de a te gondolod is abszolút helyén való, úgy gondolom. Várostiltás megtörtént, karmatiltás megtörtént. Tehát igazából az intervencióval lehet védeni majd a lövészt. Egy pár másodpercig. De azért sok minden más is kéne még ahhoz, hogy ez igazán kellemes legyen. És így van, nálok van egy lövész es, nyugodtan bele lehet turni a lövészek közé. Poe sem kap Lulut, ha neki szánták volna valahogy még azt a választást, és két top lett volna végül is válaszva. Itt maradt igazából ugyanúgy a Lucian, vagy esetleg a Jhin. Samox Jhin-t már láttuk egy párszor. Ha össze kéne most hasonlítani ugye a Jhin, halálnégy felvonás, Rumble és Vladimir szórakozás, játszóterét, az nem néz neki rosszul. Júj! Zyra S. Hát a védekező támogató karaktereket elvették Ignártól, viszont így maradt neki egy halálos alsó ösvény páros. Ez a halálos iramban női verziója amúgy, mármint S és Zyra.
és tényleg legalább annyira halálosak is, kell viszont még nekik mindig egy tank a felsősvényre, vagy még egy sebző karakter, attól függően persze, hogy milyen kompozíciót akarnak a végére összerakni. Tom Kench minden esetre jöhet Hillsonghoz, az pedig egyértelműen megvéd bárkit bármit, ha és még mellett a tank egy Jinx-et. Na jó, nem, de most Tom Kench elég is, a Jinx is simán játszható, Lucian is ugyanúgy játszható. Voltam úgy mostanában Jinx, a letaszított Kray kardjával. Tom Kench megvéd mindent, ez biztos. Tehát a Jinx is még játszható lehet épességgel. Most megy a fidózás, megy a gondolkodás. Ugye Varus nem, két nem, ki lettek vágva, maradt Jin, talán Sivir, talán Ezreal, talán a Jinx, de Jin. Csak a halál négy felvonás, Tucker, Vladimir szórakozás, egy Rengar beugrással még megspékelve Xerxi által, és persze lehet mezőben bekapni minden egyes embert Hillsongtól. Erre a négy választásra, ami most van a Misfitsnél, jó Jin, viszont még nem volt meg a tank. Akin viszont nem biztos, hogy át tudja magát vágni Jin. Tehát az egy nagyon nagy ellenfele tud lenni Jinnek, hogyha bármilyen tankot hoznak ellene. Ha Malphite-ot, akkor meg Alt F4 jelhet instant. Gragas is persze valami hasonló hatást elérhet, úgy gondolom, mert hogy a korábban meglévő négy karakter, tehát Gragas leszámítva, mindenkit viszonylag könnyen porlaszt el egy Jin. Kritikus találattal fejbe lövi őket, azok pedig összeesnek, még akár az intervenció előtt is. A Gragasról ugyanezt nem lehet elmondani. Jaj, na. Egyenlőre égetés van Exile-om. Ez szerintem még változhat simán. A Power of Evil teleport választása pedig mindenképp mindent elmond. Láttunk már kéleket. A világ végéig is split pusholni és változatosvénytalással úgymond előbb-utóbb meccset nyerni, vagy pedig megnyerni egy beröntött ellenfél bázist, vagy akármit. És még mindig nem vált Exile, pedig szerintem arra kére kell még szintén mobilitással majd reagálnia valahogy Vladimirnek is. Beváltak mindig is a két teleportos használatok eddig a Unicorns of Love-nál. Az előző meccsből picikét megkérdőjelezhető, de inkább csak Exile volt kivonva a forgalomból Power of Evil-től. A felsősvényen volt Alpha és Kakao játék Csasi ellen, tehát nem a középsősvényen ült rá, inkább Kakao. De még egyszer a csapat kompozíció látható, olvasható, megfigyelhető. És nagyon kíváncsi vagyok. Akarnám is a kettő-kettőt, meg nem is. Ezt kifejtenéd? Nem. Nem tudom kifejteni jól. Tehát, parádés lenne az öt meccset végignézni a két csapat között, de hallgassuk a zenét kicsit. Most letapsoltuk őket, mint Jensen. Igen. Zsír. Hogy fut Zyrat? Mások pedig ugye Rengar. A negyedik játék! Hölgyeim és uraim! Aki azt hitt, hogy rövid icaka lesz. Easy peasy 3-0 bármelyik oldalra, az tévedett. Ugyanis a 2-0-ról a 2-1-re kicsikit visszajött a Misfits, van még remény a csapatnál. És a negyedik meccs az, ami vagy bejutatja döntőbe a Unicorns of Love-ot 2017 tavaszán, vagy pedig a Misfits egyenlíthet 2-2-re, aztán pedig az ötödik mindent eldöntő meccs jár majd ki a döntőbe jutásért. Én nem tudom, ki az, aki bármelyik moziba is vásárolt már jegyet, de vegye meg. Aki már vett, az vegye még egyet, egyetértek. Hozzatok el anyátokat is, gyertek el az Istenvert a moziba is, mert jó lesz. Ha Misfits jut be, ne tanált el, akkor az még két meccset meg kell nyerni. Hát, én nem tudom, a G2 fogja most nyaralni még a döntő napja előtt. Az biztos, hogy itt nagyon brutálisan bejutni akaró játékosok és csapat akarnak. Azt várom, hogy végre megmutassák a külföldi kollégák, hogy mi az Isten a kulcsmesterség a játékosoknál, mert most Samuxnál el tudom azt is képzelni, hogy ő visszahozza a halálosság Jint, de amit talán egy kicsikét reálisabbnak találok, az a Hadur vérszomja, illetve rengeteg kritikus találat Jin, ami egyébként nála a leghasználhatóbb mesterség, hiszen most már a maximális fizikai sebzésed alapján dől el, hogy mennyi életerőt nyerhetsz vissza, az pedig Jinnél elképesztően sok lehet. Szép volt, hogy pont addig húzták ki a vöröst, hogy ne kezdjen regenerálódni a HP, ezzel pedig Xerxit gyorsítják picikét, és mégsem buktak el mindent az alsó esvényen. Kakao szintén a vörössel végzett végül, a pengecsőrök után tükörben játszik a két jungle-es. Egy különbségek, Xerxi már használt egy életerő italt, Kakao pedig kevesebb, mint fél manával rendelkezik, és Pokali sárkány megint
Istenbert, jó sárkányokat kapunk a negyedik mérkőzése is. Ez pedig mindenképpen csodás. Egy hét a farmok állása a lövészek között. Egyszerűen meg kell várni egy Zyra-es páros, hogy végezzék el a dolgokat az ösvényen, aztán még lehessen farmolni a torony alatt. Kakao pedig nem jön büntetik Cersei, pedig azért finom rengár találna a bokorba. Azt néztem én is, hogy második képességnek Cersei nem a csatőrvöltést, hanem a balát rakta ki, egy életelő regenje, az nem volt kettes szinten. De mindegy, hogy így is megvan neki. Lehet az is egyébként. Simán benne van. Mert hogy így rengeteg életerőt bukott amúgy. Na mindegy, hadur vérszomja van amúgy Samuxnál, tehát akármennyire is van neki kevés életerje, hát mindig vissza fog ez majd tölteni, pláne hogyha az ilyen kritikus találatokat erősíti majd fel. A bónusz mozgási sebesség pedig, hát ez megint csak jó lehet neki, talán ez ki is válthatja a Jomu szellem kardját. Egyértelműen a nagy minion pedig Hidisznak hozzá el a pajzsnak, ereki pajzsnak köszönhetően. Ez a villámfejedelem már nem egyszer csapott le Ignártól. Nem túl kellemes egy ilyen ösvényt játszani, ugye már a hosszú kard és a három darab életerű ital vagy sütemény az szinte könyvelhető volt egy Zyra S-sel szemben, hogy muszáj lesz. Kakao pedig jön picikét arcátlankodni Xerxi jungle-ében. Aki persze még csak most ér haza. És Kakao is. Ez pedig azt hiszem, hogy az a csereformáció, amit majd nagyon gyakran láthatunk Parafival és Xyle között. A harci szenvedélyjelzőket föl sorakoztatva Power of Evil, Sanasit csapja Xyle fejét kardjával. Viszont mivel nála fekete pecsét van, ezért azok a sütemények rendkívüli módon kihasználhatóak. Itt pedig nem talál a lekötés. Kellemetlen. Amit jelen pillanatban kap én pesége Hidisszang, de ezt el kell tűrnie. Egyébként egy dolognak örülhet neki pesége a Unicorns a valsősén párosai, hogy ha ne talántán Hansamnak meg kéne írni az életerőitől, akkor nem lesz nála több. De mire ezt kimondtam, már kettő is elfogyott számukoztat ugye összességében, tehát nem túl rózsás a helyzet, és szám szerint van 5 elbukott minion már. 150, kivirágzás, ez pedig jó. És az életerőitől sikerült Hansamat a kihúzni valahogy, elkezdve kortyolgatni. Ezzel pedig éppenséggel azért most így kezd kialakulni az egyenlő játék, Cersei pedig Kakao mellett rohanga és nem tud róla egyenlőre. Mm-hmm. Kakao így leadja a drótot, hogy merre megy a rengár. Oh, na, neki megy végre? Vagy a bokor mellett nem? Jó választás. Azt a shotgunt lehet, hogy előnytelen helyekre kényszerítené rengár. Akinek már van két hosszú kardja, Kakaónak pedig ugye még csak sújtás fejlesztése, tehát sebzés előny az szerintem rengárt pártolta. A farm előny pedig a felső ösvényen valami piszak nagy módon csacsit. 6 perc alatt 2 hullámos, sőt ez már több mint 3 hullámos előny. Az nagyon-nagyon nagy különbség, egyelőre Alfari ki van zárva a felső ösvényről. 2 életerőítókát használt el, még csacsinak egyet se kellett, pedig csak egyel érkezett. Neked Kakao az alsó ösvényre és csak Samux van itt. Szalad Hidisszang, jön Hidisszang. De még idő, mire ide ér, jól leköti Zyrától, és azért lassan elfogy a manája Ignárnak. Tehát azért az agresszív játék az mindenki mana igényes, hazament Alfari is jön ki teleporttal, Csacsinek van Stukke, de nem hiszem, hogy mostanában is akar egyből cuppani Gragasra. Szóval a farmer ugye az most maga biztos 20, amit kb. 8-szal tud majd szépíteni Gragas hamarosan. Teleport a középső ösvényre is. És végül mindezek fejére Xyle maradt az égetésnél, tehát neki azokkal, az a terve van. Mondjuk Hansama felrobbantás. Igazából mindegy, aki nincs intervenció, az pusztuljon. És ez a diabolikus elképzelés amúgy baromi jó is. Nagyon szeretem az ilyen hozzáállást a játékhoz. Ugyanakkor Alfarinál a 3 gyűrűt is szeretem. Te abszolút 3. Szeretsz? Engem? Rátapintottál. Már nem téged, csak mondom, hogy rátapintottál. Nem, nyugodtan mondja csak. Xyle pedig megkapja a lassítást, meg egy-két alattámárás még pluszban. Mikor jön a most utórengés? Azt hiszem, hogy még utórengés a simogatás mellé. Azt vártam volna igazán tőled. Az van olyan darcigos. Aaa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 
lekötés előtt pedig végül is mérvelencét kell használni, jön a push-sebzés és Power of Evil-től. Nem fáj neki annyira, de ingyen jött, ingyen adott sebzés Xayra, mindenképp megéri ezt Power of Evil-nek, szintelőnye is van.
Farm előnye az most éppenséggel még nincs. Elméletben csak akkor volna gyilkosság lehetőség a középső ösvényen a Misfitsnek, hogyha Ignár is ott van. Nála van ugyanis csak égetés, Power of Evil ezt nem vásárolta meg, és Morellót sem tud még egy jó ideig. Ezt első tárgyként azért egy kicsikét vad volna kérre. Úgyhogy nem lesz gyógyítás felezése, a transzfúziók azok mindig teljes életerőregent adnak majd neki, vagy életlopást, életvarást. Hát nem véletlenül volt Ignár a közelben most. Ezért mondom. Egy abszolút jogos és jó, hogy mondtad, mert ez itt teljesen kerek mindenki számára, még nekem is. Köszönöm. De igen, a Morello, hát figyelj! Másik utána ki megvenném már. Oké, nem ér is ne. Meg, a nasorfog az tényleg nagyon fontos tárgy, az kell neki. Intervenció, nasorfoga és Morello pedig már szerintem simán lehozza az életről X-Eye-t. Jó, a sebzés számuk Stalk, szeretne jönni az alsó ösvényre. De megint egy pokor, Graves. Halálnyi felvonás, mellé. Hansama, Ignár. Jó a sebzés még, abban nem fog belehalni. És egy nyelvcsapás kivirált, egy gyönyörű szép! Hilisang és Samux! Nagyon rég nem láttam ilyen Hilisang mozdulatot. És hiányzott. Nagyon. Légférfi, mondd meg, hiányzott. Szép volt, Hidi. Le... Lak. Ez pedig egy pírszes megmozdulás volt. Hát azért ez is hiányzott egy picit. Hát elmúlt már 8. Lassan 9 is. Az a finom amúgy, hogy Ignárnak volt villanása. Tehát... Hilisang nyelvét ki tudta volna kerülni ennek köszönhetően, vagy akár a halálnégy felvonásának bármelyik lövését, de nem tette, betalálta a harmadik és a negyedik is. Hilisang a villanással a helyhez tudta kötni, aztán még a kivirágzás is telibe kapta. Kicsikét szomorú. A chat most rád vadult, vagy a megmozdulásra? Nem tudom, de mi elvileg nem nézünk chatet, szóval... Persze, tudom, csak nem. Kérdezem, hogy szerinted. Igazából megnéztük, hogy jó a hang. És pont belefutottunk, nem tudom. Viszont azért most már azért Alperi visszahozta a kis farm lemaradását, de mindenképpen egy jó hír számára, jön csak vissza a felső ösvényre. Még nem volt fókuszban Xerx és Kakao által a felső ösvény, ami mindenképpen jó hír, ugyanis így nem lesz 0-3-as Rumble. Az előző meccsen, mert nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült megbüntetni az előző meccsen Rumble-t, és ez a Ramadan halálsüveg, ez nagyon jól nézett ki, csak nem 45. percben 10k hátrányán volt jól kinéző az a tárgyválasztás. És itt most azért jóval kevesebb fa is van már a Misfits-nél. Azért az előző csapatharcokban, előző meccsen nagyon sokszor volt probléma az, hogy megint pajzs, megváltás, pajzs, és így minden sebzés újra kellett konkrétan kezdeni. Ilyen elnyújtott küzdelme voltak, igazán jók ezek a pajzsos játékosok. Hilisang pedig kiteszi a másik őrszemet, úgyis hamarosan lejár a Xerx által kirakott őrszem. A látójukő megvásárlásával Hilisang bele csap a lecsóba. Hansamana pedig ugye villanása van. Elvillanat éppenséggel kell, az előző harcban egyszerűen nem tudott. Gyönyörű szép kivirágzásnak köszönhetően, hogy Ignár villanni. Hansamana pedig hát ő csak végignézte azt, hogy társa meghal. Szomorú. És amúgy annyit arról, hogy majd kiválthatja bármi is a Yomus ellen kardját, Samuxnak ez kedvenc tárgyát megveszi most is. Jinen nem rossz, csak az elmúlt időszakban láttunk teljesen más tárgyakat is megvásárolni neki első tárgyként. Sajnos ez most nem az a mérkőzés. Nasorfoga is, ahogy azt te mondtad, Power of Evil-ön készül. Villanás, halálnyi felvonás, 4 ember veszi körbe! Az alsó esély párosát a Misfitsnek, jön Ixai, jön hátul Kakao és Power of Evil be fognak szorulni. Hilisang is a csapat társai jön, Kakao, kifárasztás, Tucker, Hilisang él és Ixai mehet bulizni! A Vladimir, 1-2-3, te leszel a párom, meghal még Hilisang, de kettőt cserél a Unicorns of Love, és ebből akár első torony is lehet simán, bár Alfari megjött teleport, de picit késve, de itt van, nem repül át Ixai a falon, sajnos, kivirágzás, Power of Evil-re talál. A sárkány még adott. Nincs sújtás a Kakaónak, és mégiscsak pokoliról van szó, de nem lép ki érte a Unicorns of Love. Intervenció, még képessége előrejöttő Power of Evil, és ő is késett. Igen. Ez nagyon érződött. Igen. Nincs intervenció senkire. Azért az isteni közbeavatkozás nagyon sokat számított volna, legalább egy, de inkább két ember túléléséhez. És láthatjuk a mélységi rohamot, amivel tényleg meg lehetett indulni. A kivirágzás elől kellett kivillani Hansamának, viszont ezen a ponton már a teleport ment is. Rögtön Samux mögé, aki így abba is hagyta a halálnégy felvonását, ezért nem tudta már távolról lekövetni ezt a pár gyilkosságot. Se baj, megérkezett Exile.
megint egy szép villanásos teljes kombó mindenkinek bele az arcába, így két embert azonnal meg lehetett ölni. Alfari viszont erre a pontra ott van, három dorány gyűrűvel, tehát ő még egy varázsló, aki be is fejezte, akkor még három dorány gyűrűvel, aki be is fejezte. Ugye Hélisszangot, de ő abszolút volt. Ott van még Kakao is, három ember jön a felső és egy külső tornál, a minirokra is talán stukkel, akkor az még jó lehet. Már töltődik csacsi, inkább hazamegy, nem vállalja ezt be? Egyedül nem is kell. Szeretném, aztán mégis megszakítja. Na most mire várunk? Azért arra, hát, hogy ide érjen Samux és... Meg hogy hát csak egy ember fut visszafele. Neked még el lehet csípni. Nem vállalta be ezt csacsi. Elég merész lett volna éppenséggel ugye a minirokra külön Stuckert és úgy valahogy védekezni, mert hárman szétkaszabolták volna a Strumble-t. Hillisang találkozik éppenség három játékosra, jön még hátul Xai. Villan Hillisang. Miért is ne? Vastagbőr, lehet jönni, Kakao intervenció, de ez nem segít, lekötve, és kinyírva Exile által. Exile pedig megy nyugodtan tovább Power of Evil-re, Stuker is jó, villan Power of Evil, muszáj volt. És a Kristály élvesző ott van, adott, de lőjen bele Exile-ba, aki elvérve rendszézik. Alfred pedig itt van, asszisztál igazából, Istenem, ez a legjobb fogalmazás, csak asszisztál ezeket a csapatharcokhoz, benn van a robbanékony hordója éppenséggel. Mikor indul Alfari? Most robbanékony hordó, még nem jött ki, Alfari kábít, vagy jön Ignár, aki éppenséggel gyújt mellette, Hans-sama, meghal Hillisang, és kijön Ignár. Cirkszi villan, Hans-sama a célpont, van Bokor, Bokorra pedig a Rengar egyetemen imád bulizni, van toboz, valahogy el kéne használni, de Alfari ráállt a hab testével. És nem sikerült kiütni éppensége, halálni egy felvonás. Power of Evil halott. Hans-sama! Büm! Ignár, aki végül levédi. Az utolsó lövés, jött három. És minélak jöhetnek, hogy a külső tornot rombol a Unicorns alapjátékos, hogy nekik még nincs egy tornük sem bedöntve, ezt ne felejtsük el. Nem is lesz még, bár csak hogy dolgozik az ugyan egyértelműen, neki teleportja éppensége majd lesz kb. Egy percen belül, hogy következő csapat harcoz már. Kicsit gyorsabb érkeztessen, ez valószínűleg meg lesz, jön már Hans-sama, de később. Megint egy Raid Boss-t szeretne ki nevelni Alfariból a Unicorns of Love. 3-0-as Gragas jön is amúgy, és nem lesz meg a torony, a lassítás jó. Itt van Power of Evil ezt védeni. Hillisang pedig úgy kezdeményezett, hogy igazából belerohantak az ő élő őrszemébe. Ignár és Kakao párosa. Aztán a villanás az most egy kicsikét rosszabb volt, mint az előbb, de egy lekötésre így is elegendő volt. Még az intervenció sem képes a végtelenségig életben tartani valakit. Ézzel még ment volna tovább. Ez pedig egy villanásra volt elegendő Power of Evil-lel szemben. Utána pedig Xerxi az, aki nagyon-nagyon túl vállalja a szituációt. Na nem most, most még egyelőre Alfarinak volt szép a robbanékony hordója, mert ez távolabb tessékelt a Rengárt, és hát befejezte ellenfelét. Xerxi viszont ezzel a rávillanással szerintem túlgondolta a sebzést. A gyógyítás az, ami végső soron életben tartja Hans-samát, de akkor is ide beugrani, amikor tudod jól, hogy ellenfél játékosokkal hemzseg az ellenfél dzsungele, az túlvállalás. Ez pedig egy pokoli sárkány, jó a Stuker Hans-samára, már nincs gyógyítás, jön Exile, de fáj ez Hans-samának. Van kristálynyi lövesszeje majd előni. Valahogy, de inkább haza szeretne menni ennyi életerővel. Káber a kívül is Alfari érkezett szépen lassan. Nagyon szeretne már tornyot dönteni a Unicorns of Love. Középső és milyen háború, ez még az alsó igazából egy kis, nem tudom, egy kis szellő elég már ahhoz, hogy betoljon az alsó és fény külső tornya. És Power of Evil-ig pingedik le, hogy akkor támadjuk mi az alsó és külső tornyát. Teleportja Alfarinak van csak, hogy mégis Power of Evil megy le az alsó és fényre. Igen. Ez a Vladimir. Támadás jön rá, mert nem para. Vermedence. Viszlát. És ez milyen nemzetiségű Vladimir volt? Rossz Vladimir. Pukkasztó sebzésre rendelkező Vladimir. Megmentettem a világot. 5-3. Mi vagy, te Pindur Pandur? Az vagyok. De az a baj, te provokálsz. Te kis rossz fiú. Csúnya fiú. És persze, hogy ilyen majdnem kiköpöm a butaságot. Még Hans-sama, aki ugye felderít a droid, a drónnal. Istenem, mondjál valamit. Toronyra, torony véderemre lép ki Alfari. Hát igazából az is toronyra, csak hát nem ugyanaz a végkifejlet. De így is megvan a Unicorns of Love első tornya, és hiába van egy-egyes torony elhozattal úgy, hogy a Misfits kapta az első tornyot, tehát a célpontot, így is
Majdnem 2000 aranyjal vannak lemaradva a XI! Igen! Han Solo, micsoda vérmedence! A kristály élvesztő alatt kúszik a XI! Még az ára végségében csak ír, és meg Xöxi! Megmenti XI-t, és hátul Alphari pedig próbálkozik! Bár robbanéki hordó még neki ben van! Ó, te jó Isten! És Han Solo megint mindent eltolt, hát ha túléli, de nem! 4-0-ás Vladimir! Hát brutális. Stukker, Ignár, kivirágzás, halál négy felvonás, van még valami! Ignára jön még Csacsi hátul, két ember pörsön nyakon! Azt pedig halott Rumble, de lehet benne Toronyér, intervenció Alfarira, Verti! Nem ráment valaki egyértelműen, megint késett Power of Evil, 8-4 is, ez már a második torony. És mehet haza nyugodtan és boldogan a Unicorns-ra, megint sikerült gyilkosságokat hozni és tornyot dönteni. Hansa pedig, hát még nem tudott érvényesülni, de ez a 4-0-ás Gragas az érdekes. Ő a beporszívózó sereg. Igen. Hát ő tényleg egymagában egy sereg lesz, ha ez így folytatódik. Viszont így is megérte, ahogy te is mondtad, ez a villanás XI-tól. Gyönyörű szépen használta ki a teljes kombóját. Megnyomott minden gombot. És így be tudta fejezni est. Amúgy még az égetés is kellett ehhez. De csak azért tudta ezt megtenni, mert nem volt a közelben kényes, sőt, igazából baromi messze volt, teleport nélkül. Utána pedig, miután ez megtörtént, még Ignárra is kivonulnak, Kakao és Ignár összefognak és beállnak egymás mögé. Hát ez egy Rumble ellen nem a legjobb döntés, de Rumble rájuk villan, tehát ez Csacsinak a szép hívása volt. Összességében tehát ezért a toronyért, vagy a torony mellé 3 gyilkosságot kapott a Unicorns of Love, és egyet adott. Alfari pedig a bokorra vár. A 4 gyilkosságával, Csocsival szemben, hogy hát ha mind a 4 gyilkosság elhozás, ez a legutolsó kis életerős emberek voltak, viszont Csocsinak nincs villanás, ezt jól tudjuk, van Stukkere, nem, nincs Stukkere, bocsánat. Azért elég kellemetlen perceket okoz Ignárnak, Kakao és Alfari is, 3 fél életerős játékos csinált Csacsi. 3-2-1 a statisztikára jelen pillanat Rumble-lel. És 5-0-ás Alfari. Ez a gyilkosság is az övé. Végig veszed Rabadont, Izzy Alfari, ezt vége a világnak. Amúgy működik a Gragas AP most igen, megint. Láttam, amikor te játszottál, hogy Gragas volt veletek. Láttam párszor. Harmadik döntő torony, mind a 3 külső tornya megvan, most már a Misfitsnek a Unicorns of Love oldaláról. Van egy 3300-as arany előny, és az pedig eddig tartott. És dől még egy torony, kivirágzás, az pedig halott Ignár. Kérdés, hogy meddig bírhatja még a sebzést? Ha kell, akkor Hirisang viszi ki, szó szerint. És a felső ösvény téketes sorát kell védeni a Misfitsnek. Alfari pedig most bandukol föl az alsó ösvény külső tornya mellől, amit az előbb rombolt le. Ez most raid boss csata amúgy. Az egyik oldalt az 5-0-ás Vladimir, a másik oldalt pedig az 5-0-ás Gragas. Szerinted melyikük a keményebb? Vladimir. Oké, köszönöm. Tökéletes zárószó. Igen. Azért Gragas rázenél egyet. Na nézzük is a visszajátszást arra a gyilkosságról, ami megint egy hát Vladimir kombó volt mindösszesen a pont lejáró őrszemen. Hát ez egy kicsikét szerencsétlen volt ilyen szempontból, de azért Ignár be tudta fejezni Exile egy alaptámadással, hát igen. Utána pedig a transfúzió miatt, ami kritikus volt, még életben is maradt. Tehát ez a remekül kiszámított őrszem kijátszás volt. 22. perc és jön a következő pokoli sárkány. Nem aprózzák el a sárkányokat most ebben idézők szurakában a Riot Games dolgozói. Inkább csak a randomizált helyzet hozza ezt a két pokoli sárkány. Stukker kiment közben, már gyógyít Hansama. Viszlát Hansama. Viszlát. Intervenció, neki villanása még nincsen. Egy kicsi kéne hozzá, csak Ixának sincsen még. Oh. Fáj az a Kayle, de halott igazából az a bizonyos Hansama. És végül Power of Evil is, és közben meghalt Gragas. 5-1-es Gragas innentől kezdve, és Kakao is meghal, ez pedig Mészárszék. 4-0-ás csere, 3 különböző ponton. És meghalt Gragas. És baromna sor. Simán, fél percig nincsen Kakao. És meghalt Gragas is, aki minden remény benne volt. A szellemarcos Gragas, hát a szellemeket idézve, én nem tudom mivel. Beköpik Xerxit, menjél baronozzál, hülye gyerek. Behánya hírizzek, hogy üssed már. És erre igazából csak egy kristály élvesző lenne globális képesség, de Hansala még csak most élet föl, élveszője nincsen. Ez pedig Baron a Unicorns of Love-nál, és fél lábbal a döntőben.
Azért nem akarom elkiabálni, mert az első és a harmadik meccs is lassan dőlt el. Ez a kezdeményezés pedig azért volt szép, mert Hansa már majdnem azonnal belehalt az intervenció, pedig semmi sebzés nem fogott meg, talán egy picit az égetésből. Ixel pedig a vérmedencét és a vértasakot kihasználva még életben is tud maradni, és megint egy alaptámadással tudja legyőzni, jelen esetben Kale-t. De a csatának itt még nem is volt vége. Alfari elkapását láthatjuk, aki viszont két ember közé ragad be, de nézd meg, Killisson mennyi sebzést fel tudott fogni, és vitte magával a robbanékony hordó Zógragaszt. Utána pedig végső képességével Xerxét tudott még lekövetni egy Graves, tényleg mészárszék volt amúgy, csak két oldali. Igen, és nem három, de brutális volt, amit igazán most a Misfits kapott, és ebből kell fölállni valahogy, ha akarna még valamit. T2-es torony a baradnal sorral, a Unicorn nem fog fékezni. Aranyelőny van náluk, és nem is olyan kevés, 24 percnél a 7000 az sok, rengeteg. Kb. 20000-rel ér föl még 10 perccel később ez aranyelőny mostanság, Kakao lép visszább, és hátul Hansa megint egy helyben áll, intervenció, lesz majd villanása neki, csak kérdés hova, Csacsi benne a buliban, és Exile pluszra még sebez, Csacsi kilépépessége még a homokórából, és nézd meg Ignárt, mit él túl, jön Xerxi, Kakao locs, Power of Evil locs, kettős gyilkosság, 3-0-ás csere, hölgyeim és uraim, inhibitor dől, és Alfari Ignárnak kell valahogy védekeznie 5 emberrel szemben. Alfari megkapja az állást, inkább visszamegy, 5-1-es vagyok, de semmit sem érek alapon. Nexus torony dőlt! És dőlni fog lassan még egy, van még Minion, van még Baron Nashor, Alfari és Ignár. És most már Hansa-ba kell védekezni. Alaptámadásot hibázott már a G2-val szemben az UOL, de inkább most hazamegy picikét. És nem kapkodják el. Széttörték a Misfits védelmét. Nem kell elsietni a dolgokat, nem kell rohanni. Csak a Nexus majdnem bedőtt. Persze, hát fél életerős Nexus és Nexus. Gondolhatja Misfits, nem mintha lenne más választásuk. Hát azt kell, hogy mondjam, nem rossz. Az a Vladimir tényleg. De hát ezt te is kiemelted már párszor. Ez a kezdeményezés pedig leginkább a Misfits-től érkezett, viszont Csacsi tudta lekövetni, és megint csak a Stukker sarkára tudott a kivirágzással reagálni, ugye Jin, amire aztán Vladimir sebzése is bőven jó volt végső képességével, egy gyilkosságot már be tudtak porszívozni, Ignára pedig bajt, hogy nem, a Liandry gyötrelme volt elég. Ezen a ponton érkezett meg még Jin is saját villanásával, aki a kritikus találatokkal... Nem is tudom. És a Misfitsnek... Egyrészt kell energiát fektetni az alsó ösvény védelmezésébe. Most már jönni fognak a Minionok végig. Xel pedig vérmedencében állja túl a kicsi rakásra szánt... Kicsi rakásra szánt... Jézus. Hát az... Fight. Kritikus paf. Kritikus csapás. Samux-tól. Csacsi pedig... Kettőszint előnyel. Alfarinak kellő büntetés az előző meccs utának ellenére. És ez most mindenképp neki fekszik, torony döntése jön ki, jó a végső képesség is, Hirisza megmenti Samuxot, hogy ne befelrepüljön, Ixel pedig bajban lehet, meg is hal, elszámolja magát, intervenció Kakaon, Xerxi visszább lép, halál négy felvonás, valakit eltalálta, oh! 922, Power of Evil pedig halott, Alfari szintén, Ignár! Lesz ebből döntő, már csak rajtad múlik? Nem! Hölgyeim és uraim! A Unicorns of Love 26 perc alatt ásszal! Brutális sebességgel halad be a jövő heti döntőbe! És igen, most a felkiáltó moziparancs igazán élhet! Mert magyar moziból magyar embernek lehet szurkolni. A döntőben a G2-val szemben a Unicorns of Love 3-1-jel megy be! És nézd meg Poe arcát! Az elkenődés mi továbbja? Megver az ex-csapatom. Hát ez van. Rosszul választottam. Hát igen. Sorry. De azért... nem tudom, mennyire emlékszel még az elején az interjúra, vagy a rövid kis összevágásra, amiben Ixel azt mondja, hogy meg akarja mutatni, ki a jobb középső ösvényes. Ezen az utolsó mérkőzésen ő volt. Igen. Tehát a... nem is tudom, 10-0-ás volt a Vladimir? 10-1-es? Most a végén meghalt, tehát az elengedte magát. Ezért mondom, hogy 10-1-es? Hát körülbelül valami hasonló, 4-0-ra. Én még emlékszem a 4-0-ra, aztán pedig arra csak, hogy semmiben sem nem hal meg, és csak megy előre, és játssza az igazi Vladimirt, Power of Evil ellen, ugye Exile, és ez most elég kellemetlen. Hát öntökön rugás volt, lehet ezt ilyen csúnyán mondani, mert soha nem ment annyira jól a Kale Power of Evilnek. Ide most egy jó választás lett volna alapvetően, de
az égetés hiánya, és a többi ösvény megnyerése miatt igazából nem igazán volt lehetőség sehol se Kayle-el büntetni a Vladimirt is. A Vladimir rosszabb, mint egy Kasarin. Ha az első 6 szintről nem kap büntetés Kasarin, akkor utána tényleg meg tud tátosodni. De Vladimir meg még inkább. A 8-as, 9-as szintől kezdve transfúzióval bármilyen cserét megnyer szinte. És két Vladimir, két csapatharcban jeleskedő Vladimir látjuk X-Ájton a mai nap folyamán. Mind a kettőben, az elején, az elsőben meg volt büntetve. De mikor a csapatharc jön, a bulizás, a sebzés szórás, a vérmedence, meg úgy minden, az ment keményen, és mindenképpen jól működött abszolút X-Áj kezében. Én gondolom, megérdemeltem megy a Győri Kozalá nagyon is a döntőbe. Elnéztem volna 5 meccset, de inkább menjenek hamarabb a döntőbe. Alapvetően. Ugyanis, hát a második alkalom 2 éve rá, hogy ismét döntőbe játszhat a Unicorns Lab, ugye, az LCS, és ismét tavasszal, ismét az új erővel. Hát Romain nem véletlenül van megőrülve egyértelműen. Hát vagy nem véletlenül csapat... elmebeteg alapvetően. Hát igen. A csapat 10-20-ára, de ő mindenképpen egy állat. Határok nélkül retardáltak lenni Roménnek a teljes tökéletes jelzőjét, de hát abszolút csak szereted, de mondom ezt. Mindenképpen a Misfits arcán szerintem minden olvasható is. Valahol szomorú, hogy 0-2-es Splice ellen fölállt 3-2-re, és benne volt nagyon a pakliban, innen is feláll 0-2-ről 3-2-re az első nyeres meccs után, mert csak el kell kapni a fonalat, és ahogy Csacsi is mondta a meccs előtt, a kis videóban, amit a Facebookon is kiraktunk, hogy mentálisan helyben van a csapat. És azt, hogy 0-2-ből elhozol egy meccset, ha csak egy meccs is az, akkor is az igenis ott nagyon erős lélekjelenlétet jelent, hogy erre képes vagy két pofon után fölállni. Uh-huh. Ja. Negyedik mérkőzésen pedig, ami harmadik UAV-n volt, az igazából már tényleg szerintem annyira is elúszhatott, hogy egy-két gyilkosság becsúszott az elején, és akkor hát szerintem ott már nem csak a chat, de a Misfits is meg tud őrülni. Miközben amúgy látjuk jól, hogy Xerxi lett az egész összecsapásnak az embere. Nem csodálom. Az első mérkőzésen mondtuk, hogy 90%-ában vagy benne a gyilkosságokba. Az utolsóban egy kicsit kevesebb, de nem az utolsó meccs miatt kapta meg azért. Hát ez a 4 meccsből 3 meccsen keveset halni, jól teljesít, ez mindenképpen egy elég jó statisztika. Megérdemeltek Xerxi, én azért Poéban nem csalódtam, nagyon ügyes volt, és nagyon sokat húzott a Misfits-en. Uh-huh. Hanszavának az S-választás az első, amikor tényleg jött meglepetésszerűen, és jó válasz volt, annak úgy örültem, és szerintem jó húzás volt, a második már pedig azért jobban rá lett építve az ellenválasztás, és az agyonverés a második S-választásra, tehát a Stukkerekből meg kivillennie kellett, mert agyhalál volt konkrétan. Uh-huh. Míg azért ezelőtti meccsen viszont azért az a Rumble 0-4-ből jóval kevesebb sebzést fog diktálni egy Hanszával szemben. És az Ájra legnagyobb hátránya, agresszív, benne van a sebzés, tényleg maximálisan, de mihez kap egy kellemetlen végső képességet, akkor már nem agresszivitás van, hanem futi-futi. Hát ha tud. Ha tud futi-futizni, halálnégy felvonás, és Tucker már önmagában püfelt. Így van. És gyilkolt ezen a meccsen. Az összes csapatharcban. Tehát egy élmény volt a Unicorns Labnak, hogy végre elmehetek csapatharcolni. Mert arra lettek építve. Elég magabiztos győzelem volt, ezt meg kell hagyni. Ez az utolsó. Négy meccsből egy stomp volt, ez pedig az volt. Így van. De az a kérdés akkor, hogyha már így úgy is kijelentettük, hogy Unicorns of Love döntőbe megy, még a bronz mérkőzésen kap majd helyet a Misfits. Szerinted, akkor kezdjük el alsó ágon, van-e esélye a bronz mérkőzésen a Misfitsnek a fanatikkal szemben? A mostani fanatikkal szemben szerintem nem sok. Oké, most azért fűbe haraptak a fanatik játékos hétennapi nap folyamán, de valahol várható volt. Bár megmertük satszolni többen is a 3-2-t a fanatiknak a hétennapi nap folyamán, de végül 3-1-re kikaptak, ami végül is így összességében fűbe harapás. Így igazából két letört szarvú csapat jön még az utolsókat begyűjteni, amit lehet, ami úgy marad, úgymond. Tehát ha veszítenek is rosszabbul, mivel valamelyik csapat a holnapi és a jövő heti bronz meccsbe,
akkor az azért van, mert mind a ketten igazából hasonló mennyiségűt buktak, úgymond motiváció, mind a ketten 3-1-3-re kaptak ki, mind a Fnatic és mind a Misfits. Úgy gondolom, hogy akkor ez az előtti eredmények, amik talán mérvadóak, ott pedig a Fnatic szerintem a jobb. Uh-huh. Legalábbis most azért kaptak új befektetést, mindenki megindultak, meg látszott az edzőcsere, hogy mindenki érzékelhető a minőségi javulás a Fnaticben, az EU szerintem egy kivirágzás, egy új kivirágzás, hogy egy romjaiban levő csapat valahol föláll, amit például az Orihan nem mondhat el magáról. Tehát igenis, szerintem Fnatic, de az 3-2. Azért mondom, hogy Fnatic, de éppen csak. Aha. És akkor a döntő. 3-0 UOL. Édes jó Istenem. Nem dőlnek a házak, meg senki nem récsel. Nem csak miért kérdeztem meg az... Az, amikor ilyet elmondok, akkor mindig a másik történik meg. Igen. De az biztos vagyok benne, hogy ennyi pofon után szerintem az UOL is unja azt, hogy a G2 mindig elveri. És most azért itt egy nagyon szép meccseken mentek túl, és nem véletlenül mondta Csocsi is ezt a kis pár sort nekünk, rohadt sokat készülnek. Nagyon sokat akarnak, és nagyon akarnak most nyerni, és most van esély rá. Mondta, hogy most van először esély. Ki fogják használni, 3-0 nem lesz senkitől egyértelműen, de legyen 3-2 az UOL-nak, én azt mondom. Legyen úgy. Jövő hét vasárnap persze ez meg kiderül. Adás mindenkiben lesz majd, aki pedig nem adáson keresztül szeretné nézni, nem a gép előtt, akkor menjen el a moziba. Vannak mozi lehetőségek, Pesten is, Debrecenben is felkiált a moziparancs működik. Szerintem körülbelül erről ennyit. És azért szeretnénk, hát szépen lassan elbúcsúzni, akkor nem, beszéljünk inkább az Amerikára, amit elbúcsúzni, mert úgyis kell majd streamre sít, etteretere. És tehát a mai este folyamán még azért nincs vége, közelesen a napnak. Mert Európa megvan most már a két döntősünk és a két bronzmérkőzésen játszó csapatunk is, de ma még lesz azért egy észak-amerikai meccsünk is. Első TSM FlyQuest. Bizonyám. A TSM és az Old School Cloud9. Így van. Tehát egy kis igászi csata lesz szerintem ott is. Elég menőke lesz, és Bjergsen végre elkezdett megint YouTube videókat csinálni. Nem tudom, hogy hallott el a hírről. Kis válogatásokat, ilyen Z-playeket. Még az is, hogy a Z-del fog játszani. Főleg Orion ellen, amit ugye High imád. Meglátjuk. De azért High is imádja Zedet. Imádja, igen. Csak Bjergsen jobb Zed, mint High. Ez sajnos tény, statisztika. Boom. És alapvetően még nincs vége a napnak. Mi mindenkiben szeretném megköszönni mindenkinek a kedves figyelmét. És szépen lassan át fogjuk adni a szót majd az amerikai LCS felkészülésére. És még előtt az európai lezárásnak szerintem. Európai lezárásnak is. Igazából 9 az Amerika, és éppen megvárják ugye Európa végzés, szóval túl sok idő szerintem nem lesz arra, hogy mit matyizgassunk. Szóval mi mindenkinek szeretném köszönni, hogy itt voltatok Európán. Akinek még bármilyen kedve van, további jó meccseket érzi, akkor maradjon velünk Észak-Amerikára is. Egy gyors resi fog jönni, egy 6-7 percen belül elvileg fogjuk fordítani a adást az észak-amerikai régióval. Addig pedig mindenkinek be kell gyorsan kajákat, italokat szerezni az estére, mert még nincsen vége közösen a napnak. Köszönjük a figyelmet, én jól magam, peace voltam. Sziasztok! Sziasztok! Yeah, exactly. Just the unicorn show, I think.